A szoboszlói folk hétvége második napját Nyisztor Ilona és dalosai nyitották meg, akik a moldvai Csángó földről érkeztek városunkba. De fellépett ezen az estén a Gázsa zenekar, Bognár Szilvia is az Etnoé, valamint a Kerekes Band. Kedves Ilona, ön nagyon messziről, a Székelyföldön túlról érkezett mi hozzánk. Hogyan élnek önöknél napjainkban az emberek, a csángó magyarok? Hát ez most egy általános probléma az élet kérdés, hogy mondjam, munkanélküliek sokan vannak. El kellett menjenek külföldre dolgozni, és sokan már vitték a feleségüket és a gyermekeiket, és ott olyan élnek, tanulnak, nőnek a gyermekek külföldön. Ilonát a csángó énekek nagyköveteként tisztelik és elismerik. Hogyan kezdett vonzódni a daloknak a világához, mikor kezdődött? Hát én kicsi koromtól szerettem énekelni, és énekeltem, de legjobban akkor jöttem belé ebbe az egész dologba, mikor megláttam, kijöttem ide Magyarországra látogatni a 88-ba, Győrbe, és Jáki Sándor Teodóz atya, ő összegyűjtötte a tanítványait, és énekeltek nagyon sok szép csángó dalt, és én is tudtam elég sokat, de amikor megláttam, ők milyen sokat tudtak, akkor egy tűzbe éreztem, hogy bennem kezdett égni, hogy nekem ez kötelező, minél több éneket tudjak, és oszta később, hogy vissza is tanítsam a gyermekeinknek, mert mi román kultúrában nőttünk fel abban az időben, se rádióban, se tévében nem halltunk magyar énekeket, csak mit az őseinktől, így Guzsolyasban, amikor összegyűltek, vagy kapálláskor, és most nincs lehetőség így visszaadni, így kiemelem az oktatást, hogy az oktatáson keresztül tudjuk visszatanítani ezeket a szép énekeket. És én úgy éreztem, hogy nekem kötelező, ha ezt visszatanítsam a gyermekeinknek, mert ha nem tanítanánk vissza többet, ők nincs honnét tanulják ezeket a szép énekeket, és kihal a kultúránk, és ha kihal a kultúránk, akkor hát olyan, mint kihalt volna a nép. Az önök himnuszát, hogyha az ember meghallgatja, egy nagyon szép és nagyon megrendítő fohász erről szól. Mi tehet arról, hogy ne halljon ki az önök kultúrája? Hát, hogy ne halljon ki a kultúra, csak az oktatás kell fennmaradjon. Műnk csak beszélni tudjuk a magyar nyelvet, írni, olvasni nem tudjuk. És akkor boldogok vagyunk egyféleképpen, hogy legalább a gyermekeink tudják írni, olvasni. És még fékkeli valamennyire az asszimilációt, mert nagyon gyorsan asszimilálódunk, és az öregek, akik már tudnak jól, azok már halnak ki. Vannak-e utódok? Olyan követők, mint ön? Hát itt, amit láttak, ezek a leánkák már biztos, hogy nem felejtik el.
és még vannak a tanítványaim közül, amelyek mondjuk Egerben van egy tanítványom, aki elvégezte a zenefőiskolát, akkor és egy más tanítványomnak sikerült a zeneakadémiára már bejutott, és egy másik Csíkszeredába, a zeneiskolába. Ezek biztos, hogy folytatni fogják. Ön a Csángó Szövetségben is úgy tudom, hogy jelentős szerepet tölt be, tehát a különböző szövetségek, szervezetek mennyire segítik a munkájukat? Hát vannak kapcsolataink, így mind személy kapcsolataink, és nagyon sokat segítenek, nagyon sokat segítenek, mert másféleképpen nem is bírnunk itt anyagiakra gondolok, anyagi segítségek, és ha nem kapnunk innen Magyarországról, akkor nem is bírnunk tovább folytatni az oktatást, és nem is szabad megszűnjön ez. Szerintem, mert még az 50-es években egy pár esztendőt volt magyar anyanyelvi oktatás, de úgy döntött a román állam, hogy már megszüntetik. És mostan nem lenne jó megszűnni, mert tényleg akkor még hamarabb felgyorsulna az asszimiláció. Ha jól tudom, 6 lemezzel jelent meg eddig, és azt nyilatkozta, hogy a 6. a legkedvesebb. Miért? Hát azért, mert ott nálunk jelent meg. Az édesanyjával is együtt énekel rajta? Az volt nekem az álmom, hogy édesanyjával is lejjen egy lemez, és végre sikerült, és az a cím, hogy moldovai szentes énekek és imák, melyeket én, édesanyám és a tanítványaim adjuk elé. És voltak közöttük a tanítványaim közül itt, és akiket láttak a színpadon, felléptek. A fényképeit, ahogy nézegettem az interneten, és ahogy itt nézegettem önöket szereplés közben, és most is egy nagyon nagyfokú derűt és életigenlést látok az arcán. Mit táplálja? Hát az, hogy az idén a zenetáborunkban nagyon sok kicsi gyermek jött, és már hárman van három kicsi lányka, olyan jó hangúak, olyan jó tehetségűek, hogy ez felfrissít, és látok jövőt. Látok jövőt, és még az is, hogy ők meg akarták mutatni a kicsik, hogy nem csak a nagyok jók, és tudnak jól szerepelni, hanem ők is. És nem is tudtam aludni örömömben, amikor láttam, hogy ők a kicsik akarnak, és meg akarják tanulni, és mutatni, nagy az akarat bennük, nagy az akarat bennük. És ez nekem nagy erőt ad. Mi magyarországi magyarok, Csángó magyar barátainkat, testvéreinket mivel tudjuk segíteni? Hát, ha mellettünk vannak, az a legnagyobb segítség. Ezt azért is mondom, mert mikor elkezdtük hamarébb, hát mindenki ellenünk volt, nem mind magyarországi, de ott a hatóság, akkor a szülők és amelyek aláírták, hát voltak már én tudom félelmítvel, és most nem kerül elé az, de ha kapunk egy kapcsolatot, bátorítást, és innét, és mindenhonnan, ahol érnek magyarok, akkor jól esik, mikor mondják és bemutítsák a Csángó kultúrát, és akkor érezzük, hogy milyen számba vagyunk vetve. Szív és a lélek találkozik? Hát pont ezt mondtam, a tennap felléptünk Székesfehérváron, mert ott olyan a székesfehérvári zeneiskolások valahogy, hát együtt voltunk, és ők is tanulták a műnk énekeinket, műnk az övékét, és
azt mondtam, hogy 1000 kilométer messzibe élnek magyarok, és bennünket a magyarság köt össze, így avval fejeztük be a magyar himnuszval. Édesanyám, ha még élne, ez amlatni csak eljönne.